Tisztelt államtitkár úr, nagy tiszteletű Esperes úr, igazgatóasszony, kedves jelenlévők! Történelmi egyesület, történelmi helyszínen, történelmi eseményt megörökítő rendezvényen veszünk részt. Történelmi egyesület, hiszen úgy, ahogy elhangzott Magyarországon, de lehet, hogy még tágabb határokat is feszegethetnénk, olyan múltra tekint vissza, és olyan tevékenységre, amelyet érdemes minden alkalommal kihangsúlyozni. Az Országos Erdészeti Egyesület 150 éves jubileumi ünnepség sorozata zajlik itt Háromszéken. Az is elhangzott, hogy 118 évvel ezelőtt még volt egyszer itt egy rendezvény, ez itt mind igaz, viszont akkor Székelyföld Magyarország része volt. Most egy kicsit más közigazgatásilag a helyzet, de azt gondoljuk és azt érezzük, hogy országhatároktól függetlenül, szakmailag és nemzeti érzéseinkben ugyanúgy együtt vagyunk, mint a történelmi távlatokban, amikor elkezdték ennek az egyesületnek a szervezését Bedő Alberték és munkatársai, barátjai, szakmatársai. Történelmi helyszín, hiszen ez az épület, ez az intézmény, mert ez nem csak egy épület, hanem egy intézmény, a Székely Mikó Kollégium éppen egyidős az Országos Erdészeti Egyesülettel. Hiszen az 1860-as években született a gondolat, az építkezés, hogy a székelységnek, a székely ifjaknak egy olyan szellemi bástyát építsenek, amely méltán lett híres nem csak Sepsiszentgyörgyön, nem csak Háromszéken, Székelyföldön, nem csak Erdélyben, hanem azt gondolom, hogy a Kárpát-medence egészében. Hányatott sorsú ez az épület, ez az intézmény ugyanúgy, ahogy nekünk is székelyeknek az elmúlt 100-150, de nyugodtan mondhatom az 1000 esztendőben a sorsunk azért elég sűrűre szabott, sűrűre szőtt sorsunk volt, ennek az épületnek, ennek az intézménynek is. Valószínű önök is nagyon jól tudják, hogy a napjainkban is, mindennapokban is azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy irigykednek sokan erre az intézményre, és ezért próbálják különböző jogi csűrés csavarással kicsavarni a székelyek, és miért nem mondanánk ki a református egyház tulajdonából, hiszen ez a református egyház tulajdona volt, úgy épült meg. Nem kis erőfeszítéssel, hiszen nem csak az egyháznak tulajdonítható, hanem a székely embereknek, ennek az épületnek a felépítése. És különösen Gróf Mikó Imrének. Gróf Mikó Imre Erdély Széchenyije volt. Széchenyi idézettel kezdte az államtitkár úr, és pontosan találó is, hiszen Gróf Mikó Imrét Erdély Széchenyijének nevezték, hiszen nem csak ezt az iskolát, hanem sok minden más közintézményt alapított szerte az országban, Erdély országban. És történelmi eseményt megörökíteni jöttünk ide, hiszen 118 évvel ezelőtt itt szervezték meg az akkor soron következő vándorgyűlést. Nem véletlenül egyébként. Akkor vármegye főispánja, méltán híres Pócsa József volt, Sepsiszentgyörgy polgármestere, ifjú Gödri Ferenc, és az egyesület mozgatója Bedő Albert. Jó barátság fűzte őket egymáshoz történelmi ismereteink szerint, és abban az időszakban, gyakorlatilag a boldog békeidőkben indult el Székelyföld és ezen belül Háromszék fejlesztése. Vasútépítés, textilgyár alapítás, egyáltalán egy olyan közös gondolkodás abban az időszakban, amely Székelyföld és ezen belül Háromszék felemelkedését hozta magában. Azt reméljük, hogy dolgozhatunk annak érdekében, hogy elinduljunk méltó utódokként Bedő, Pócsa, Gödri Ferenc és mások gondolata mentén, és mások által megtervezett úton. Hiszen ugyanazokkal a gondokkal küszködünk most is, mint akkor, 100-120 évvel ezelőtt, akkor is a székely kivándorlásról beszéltek, akkor is a székely termékek promoválásáról beszéltek. Azért hívták egyébként össze 1902-ben Tusnádon a székely kongresszust, ahol szintén Bedőnek, Pócsának nagy-nagy szerepe volt, és indították a budapesti kormányzat figyelmét arra, hogy Székelyföld felemelkedése az garanciát jelenthet Erdély és tágabb értelemben Magyarország megerősödéséhez. Úgyhogy én ezzel a gondolattal szeretném bezárni a mondandót, hogy figyeljenek oda az elkövetkezőkben is önök kedves vendégeink, és mindazok a döntéshozók, akik Budapesten jó értelembe véve tekintenek Székelyföldre, hogy
itt Háromszék az egykori Magyarország gyöngyszemeként a legkeletibb bástyája volt a magyar kultúrának, az európai kultúrának egyaránt. És azért, hogy meg tudják tartani az ország közepében is a fejlődést, ahhoz szükséges, hogy akik az ország szélén élnek, akiknek nap mint nap belecsap a keletről betörő szelek ereje az arcába, azok is úgy érezzék, hogy együvé tartozunk. Köszönjük szépen, hogy itt vannak, visszavárjuk Önöket Székelyföldre, Háromszékre, és szeretettel fogadjuk következő alkalommal is. Isten éltesse mindannyiukat!